A zsúfolt állatmenhelyeknek nincs olyan nagy anyagi tartalékuk, hogy a koronavírus miatt kialakult állapotot uralni tudják. A jelenlegi rendkívüli helyzet miatt ezek a civil szervezetek hatalmas problémával küzdenek. A Miskolci Állatsegítő Alapítványnál több száz kutyát és cicát kell a gondozóknak etetni, takarítani, sétáltatni. A telephelyen a veszélyhelyzet kihirdetése után már látogatók és segítő önkéntesek sem léphetnek be, így a MÁSA dolgozóira egyre több feladat hárul. A Miskolci Segítő Alapítványnál ugyanúgy, mint más menhelyeknél, akikkel tartjuk a kapcsolatot, napi kapcsolatot szinte, rendkívüli változások következtek be. Nyilván a veszélyhelyzet kapcsán a dolgozóinkat, illetve az állatállományt is féltve, bár bizonyítottan nincs hatása a COVID-19-nek az állatokra, be kellett vezetnünk új rendszabályokat, tulajdonképpen senki nem jöhet be a menhely területére, kivéve a kollégák. A kollégáknak a munkába járását is gyűjtő kocsival oldjuk meg. Ez azért nagyon fontos, lehet, hogy olyan túlzónak tűnik, de azért nagyon fontos, mert hogyha bárki megbetegedne a környezetünkbe, az azt jelenteni, hogy dominó elven borul az állatok ellátásának a lehetősége, és azért azt lássuk be, hogy majd 300 egyedről gondoskodunk, kutyákról, cicákról. Mindenki, aki a menhelyet támogatja, az a kapunk elől ilyen szigetek vannak, raklapokból ott tudják elhelyezni az adományaikat, de sajnos azt kell mondanom, és természetesen megértve az emberek problémáját, hogy itt mindenki súlyos gondokkal küzd, nagyon megcsappantak az adományok tápra, de leginkább kölyök tápra, ugyanúgy, mint hogy mindenki most tisztítószereket, fertőtlenítőszereket, szájmaszk hiányosságokkal küzdünk. Reméljük, hogy kapunk majd ilyen felajánlásokat is, és jelen pillanatban igazán pénzadományokra lenne szükségünk. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány vezetői és munkatársai arra kérik, aki megteheti, adója 1%-ával, eledellel, fertőtlenítőszerrel segítse a gazdátlan menhelyi négylábúakat. Hiszen azt ne felejtsük el, hogy a kutyáknak és a cicáknak a kialakult helyzettől függetlenül naponta enniük kell.